Köszöntöm a Telena magazin nézőit, én Bence Péter vagyok, mutatom, mikkel készültünk. Ismét magtábor Tolnán. A Bajcsi Beach-en jártak a vándorló szépkorúak. Testületi ülést tartottak a városban. Szeptemberben vehetik használatba a gyerekek a tavaly átadott új városi bölcsödét. A képviselők most ezzel kapcsolatban is fontos döntést hoztak. Bár még az izzasztó meleg napok idejét éljük, Tolnán már most zajlik az adventi programsorozat előkészítése. A helyi kulturális központ munkatársai gőzerővel dolgoznak azon, hogy emlékezetessé tegyék az év egyik legszebb időszakát. A jelenlegi koncepció szerint a rendezvények főhelyszíne idén a Lovarda területén lesz. Intézményvezető asszony 2 millió forintot kért, és ezt az önkormányzat támogatta. Viszont megfogalmazódott az a cél, hogy a jövőben törekedjünk arra, hogy a Városháza előtti Hősök terén kerüljön megrendezésre ez a program. Ennek jelen pillanatban az infrastruktúrális feltételei nincsenek meg, illetve nagyon-nagyon sokba kerülnek. Úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy ez a programsorozat teljes egészében a Lovardában kerül megrendezésre, és egy hangon szavazott a képviselőtestület, hogy a kért 2 millió forintot erre az önkormányzat biztosítani fogja. A kultúrával kapcsolatos döntéseknél maradva érdemes azt is megemlíteni, hogy a képviselők most úgy határoztak, plusz forrást biztosítanak a Mözsi szabadtéri színpad felújításához. Plusz olyan 740-750 ezer forintot biztosítunk a korábbi 600-hoz képest. Tehát egy olyan bő 1,5 millió forint lesz az, ami a színpad felújításához szükséges. De hát ez ugye fából van ez a színpad épület, és egyre rosszabb állapotba kerül, úgyhogy szükséges haladéktalanul ennek a felújítására. És a Tolnai Kulturális Központ az az egyetlen olyan intézmény, ahol eddig nem történt béremelés, igazgatóasszony ezt kérte. Korábban ugye létrejött egy munkacsoport itt az önkormányzaton belül, ami javaslatot tett arra, hogy a szervezeti és működési szabályzatot módosítsuk, és most arról született döntés, hogyha ez a szervezeti és működési szabályzat elfogadásra kerül a képviselőtestület által, akkor onnantól visszamenőleg január 1-től a dolgozóknak a 15%-os béremelést biztosítani fogja az önkormányzat. A Tolnai Idősek Otthonával kapcsolatban jó hír, hogy úgy tűnik célegyenesben van az a folyamat, aminek eredményeként a szolgáltatások minősége jelentősen javulhat az intézményben. Ráadásul mindezt úgy sikerül elérni, hogy az önkormányzatnak a korábbinál jóval kisebb hozzájárulást kell mindezért fizetnie. Nem fog senki kikerülni se ellátottként, se dolgozóként a Tolnai Idősek Otthonából. Ugye talán már ismert a nézők számára is, hiszen több helyen elmondtam már én magam is, és az újságban is megjelent a médiában, hogy kiléptünk a Szekszárddal közös társulásból, és új vizekre elvezünk, úgymond. Nagyon, nagyon magas az a hozzájárulási összeg, amit évről évre hozzá kell tennünk, és az idei évben egy rémisztően magas hozzájárulást kell fizetnünk. Úgyhogy kerestünk más megoldást, és nyitott kapukat találtunk a Máltai Szeretetszolgálatnál, felvettük velük a kapcsolatot, és számunkra egy nagyon, nagyon szimpatikus ellátási forma fogott megvalósulni. Nyilván az épület adott, és az idősek adottak, és a jogszabályok is adottak. De én azt gondolom, hogy talán több lélek van egy ilyen szeretett szolgálatba, mint egy sima intézménybe. És azok a vezetők, akik itt voltak, azok talán egy kicsit nagyobb szívvel fordulnak az idős ellátáshoz, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Tehát átadjuk január 1-től, arról döntöttünk most a Máltai Szeretett Szolgálatnak a Tolnai Idősek Otthonát. Kértük, hogy ne emeljenek térítési díjat, hogy a jövőben is itt a településen élőket lássák el elsősorban, tehát hogy ne máshonnan hozzanak ide ellátottakat, és hogy az ott dolgozók is maradhassanak, illetve legalább ugyanazzal a bérrel, ami most van,
de akár annál magasabbal is kerüljenek átvételre. Én remélem, hogy ezek a tárgyalások jó irányba mennek továbbra is, és nagyon bízom abban, hogy zökkenőmentes lesz az átállás, és talán az a legfontosabb, hogy az ott élők ebből az égvilágon semmit ne érezzenek, csak azzal, hogy esetleg később még a mostani ellátásnál is jobb színvonalú lesz az. A következő években közel 4,5 milliárd forintot költhet a város helyi fejlesztésekre. A pénz helye már most megvan, rengeteg ugyanis a terv. Az ezekhez szükséges előkészítő munka pedig folyamatosan zajlik a hivatalban. A szakemberek napról napra azon vannak, hogy az utolsó fillérig minden a helyiek érdekeit és igényeit szolgálja majd. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azok a projektek, amiket mi megfogalmazunk és jól előkészítünk, azok nyertes projektek lesznek. Némi változás a korábbiakhoz képest, és most tényleg talán nem is tudom fejből elsorolni, hogy mi az a számtalan projekt ötlet, ami a fejünkben van. Nyilván az energetikai korszerűsítések, csapadékvizelvezetés, útépítés, iparterületfejlesztés, Dunapart további fejlesztése, városközpont, illetve a város főközlekedési útja melletti buszmegállók és azok környezetének a fejlesztése. Nyilván a sportcsarnokokat, sportlétesítményeket is szeretnénk még mindamellett felújítani. Tehát vannak ötleteink, és most gyakorlatilag arról született döntés, hogy beadjuk ezeket a pályázatokat, úgynevezett vázlattervet és projektkoncepciót állítunk össze, amit majd a képviselőtestület el fog fogadni a pályázat benyújtása előtt, és szerződést kötünk bizonyos szervezetekkel, akik majd kiválasztásra kerülnek a jövőben, ezeknek a dokumentumoknak az összeállítására, hiszen itt egy nagyon komoly dokumentáció szükséges, és nagyon komoly előkészítés szükséges. Tehát az, hogy egy könyvtárat el szeretnék költöztetni egy épületbe, ez egy ötlet, és ez egy kezdő ötlet, de az, hogy ez akár csak megkezdődjön a kivitelezés, az még nagyon-nagyon-nagyon sok munka. Nyilván ezekre szakértőket fogunk kiválasztani, ezekről született most döntés. A tervek között szerepel az is, hogy a családsegítő központ a mostaninál tágasabb helyre kerüljön, valamint a régi könyvtár épületét ismét élettel töltenék meg a városvezetői. Két teljesen új projektként került be az a családsegítő központnak az átköltöztetése egy új épületbe, méghozzá a templom mögötti volt iskola épületbe, ami jelen pillanatban ugye az iskola onnan átköltözött egy másikba, és majdhogy nem üresen áll. És a mostani családsegítő központ Bajcsi utcában elég szűkösen, tehát tényleg nagyon, nagyon kis helyen dolgoznak, gyakorlatilag egy családi házban dolgoznak ott mondjuk 20-an, és ez nagyon pici, és ezt szeretnénk egy kicsit bővíteni, tehát őket és esetleg a hozzájuk kapcsolódó, vagy a hasonló tevékenységet végző alapítványokkal, egyesületekkel közösen, tehát ők kaphatnának akár egy önálló helyet, vagy legalábbis ilyen ruhaosztásra és ételosztásra lenne zárt terület. Tehát azt az épületet gondoltuk, és voltak próbálkozások, hogy a régi művelődési házat a könyvtárral együtt értékesítjük, de nem volt jelentkező, egyáltalán egy se. És tekintettel arra, hogy úgy tűnik, hogy a kultúra, a közművelődés az a volt laktanyába most egy viszonylag tartós ideig még ott lesz, hiszen nincs más lehetőségünk, viszont nagyon hiányzik az, hogy akár a tudástár, tehát a Magház épületéből lévő kétszint helyekre is szükség volna, illetve szükség volna arra a kis épületre, ami hajdanán tiszti lóistáló volt, aztán most pedig a könyvek raktára. És egyébként a könyvek sincsenek ott jó helyen, mert nem tudjuk azt a hőfokot biztosítani, hogy ne romoljon az állaguk. Tehát ki kéne költöztetni a könyvtárat onnan. Most azt a célt fogalmaztuk meg, hogy a régi könyvtárat, ami egyébként könyvtárnak épült, a régi könyvtárat újítsuk föl, és a könyvtárat és a könyvtári tevékenységet hozzuk vissza
a városközpontba. Egyre közelebb a pillanat, amikor a tolnai gyerekek használatba vehetik a tavaly átadott új városi bölcsödét. Az ehhez szükséges döntések hónapról hónapra születnek a testületi ülések alkalmával. Július 1-től van igazgatója az intézménynek, és szeptember elején, tehát az 1-je az pont péntek, tehát nem pénteken, hanem a következő hétfőn fog nyílni a bölcsöde. Most arról döntöttünk, hogy a térítési díjat napi 1500 forintban, a gondozási térítési díjat napi 1500 forintban, az étkezését pedig 601 néhány forintban állapítottuk meg, ez napi 4 étkezés biztosításáról szól. És arról is döntöttünk, hogyha valakinek beteg a gyermeke, és erről igazolást hoz, akkor a gondozási díjnak a felét, illetve hát az étkezést azt nyilvánvalóan egyáltalán nem kell megfizetnie. Hát én nagyon-nagyon bízom abban, hogy minél előbb gyerekzsivajjal fog megtelni a Bartók Béla utcának a másik része is, mert azért ez egy nagy óvoda mellett lévő kis bölcsöde. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon várják a szülők is, az új intézményvezető asszony is nagyon optimista, és én nagyon bízom abban, hogy olyan kollégákat sikerül találnia, akik tényleg szívvel, lélekkel fognak a gyerkőceinkről ott gondoskodni, és valamennyi szülő biztonságban tudja majd az ő gyermekét a Tolna városi bölcsödében. Munka tehát nyáron is bőven akad a városházán, a képviselők várhatóan a hónap végén üléseznek legközelebb. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telenor magazint. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Ezúttal a 10 év feletti gyerekeknek szerveztek magtábor Tolnán. A fiatalok a különböző szakmákkal ismerkedhettek meg az egyhetes programsorozat ideje alatt. Idén nyáron már harmadik alkalommal szervezett magtábort a Tolnai Kulturális Központ, ezúttal a felső tagozatos gyerekeknek. Most a nagyobb bacskák jöttek, a felső tagozatosok, illetve azok, akik jövőre ötödikesek lesznek, tehát ez a 10 év fölöttieknek a tábora. 21-en jelentkeztek, 21-en össze is jöttek, a mai reggel ez az első nap, és a tábornak a tematikája az a szakmák és a különböző foglalkozások megismerése, illetve az ismeretterjesztés. És akkor ezek mellé illesztünk be szórakoztató és sportprogramokat is. A mai nap voltunk már asztalos műhelyben, kipróbálhatták a virágkötést. A holnapi nap során fogunk kirándulni kerékpárral Domboriba, ott sárkányhajózni fogunk. Szerdai nap média nap lesz, videóklippet forgatunk majd a gyerekekkel, szinkronizálunk, fényképezhetnek, aztán lesz egy előadás egészségügyi témában, délután pedig festés lesz, batikolás, pólóra,
Csütörtöki nap pedig Pécsre fogunk kirándulni, ott a Zsolnai Kulturális Negyedet fogjuk megnézni. Pénteki nap pedig versenyzés lesz, ezt hagyományosan főzőversennyel szoktuk az utolsó napot zárni. Kint főzünk tábortűz alatt, amit nagyon élveznek a gyerekek, és aztán még egy fizika show-t iktattunk be délutáni programnak. A nagyobbakat mindig el szoktuk vinni egy kicsit messzebbre is, ők már bírják a hosszabb utakat, meg szeretnek is kirándulni itt egy kicsit, kimozdulni a megyéből. Schmidt Bence nem először járt már a táborban. Néztünk mindenféle régi dolgot, fakalapácsot, ilyeneket. Lehetett rajzolni fára, azt így kicsiszolták, meg kivéstek, és akkor már fel van téve valahol a fára. Mindenki kedves, jók a programok. A gyerekek örömmel térnek vissza évről évre a táborba, hiszen, ahogy mondják, nem otthon a négy fal között kell unatkozniuk. Legalább társaságban vannak, megismernek új embereket, és szórakoznak. Sok emberrel lehet megismerkedni, jó programok vannak, de azt olyan tábor kell választani, ami érdekeli is az embert. Ugye megtalálnak és bekerülnek a gyepmesteri telepre, mi azokat a kutyákat látjuk el, és megpróbálunk neki gazdit szerezni. Tudjátok, hogy mi a különbség egy menhely és a gyepmesteri telep között? A gyepmesteri telepet az önkormányzat tartja fenn, fizet egy alkalmazottat, aki az utcán összeszedi a kóborkutyákat, beviszi egy telepre, ott két hétig keresi az eredeti gazdáját a kutya, 45 napot várnak, hogy valaki örökbe fogadja, ha nincs gazdi, akkor elaltathatják a kutyákat. A délután során Paksról is érkeztek vendégek a gyerekekhez. Itt most Tolnán gyerekeknek fogunk előadást tartani arról, hogy igazából miről szól a mi munkánk, milyen a felelős állattartás, hogy lehet odafigyelni az állatokkal való bánásmódnál, mire kell figyelni. Mindenképp szeretnénk elmondani, hogy amikor egy kutyát találunk, akkor annak mi az eljárás menete, hogy történik, megvizsgálva, hova kerül, ott meddig maradhat, milyen általorvosi vizsgálatoknak kell alávetni, mit kell vele csinálni, attól függően, hogy mennyi idős, hogy juthat gazdához, a gazdának milyen, mit kell elvállalni ahhoz, hogy ki tudja őt vinni. Nekem a nagyon kicsikét vettük még azt a kutyát, ami most van, szóval én nem emlékszem. De van még egy kutyám, akit még úgy, ő a családban lett. A családban lett. Kettő kutya. Az a tapasztalat, hogy van, aki nagyon lelkes, elmondják, hogy náluk otthon hogy van, azt is elmondják, hogy mi elmondjuk, ugye, hogy hogyan kellene, hogy legyen, nagyon őszinténk, mindent beismernek, azt is ugye kutyájuk, macskájuk, szanaszét, kóvályog mindenfelé, próbáljuk nekik elmondani, hogy mire kéne figyelni. Nekem van egy 3 évesem is, most a legfiatalabb, és már nála is próbálom mindig elmondani, hogy hogyan kell hozzányúlni, mire kell figyelni, mit kell vele csinálni, miért kap injekciót, ha azt az injekciót kapja, akkor nem bántásként kapja, tehát úgy gondolom, hogy a gyerekeket könnyebb még felkészíteni erre, mint a felnőtteket már átnevelni egy felelős állattartásra. Medencés Partin, vagy ahogy a csoport nevezi, a Bajcsi Beach-en járt a vándorló szépkorúak baráti köre. A nap során garantált volt a jó hangulat, mutatjuk is a részleteket. Közös reggelivel indult a nap. Már mondhatni hagyomány a tolnai vándorló szépkorúak baráti körében, hogy a csoport egyik tagja nyaranta egy alkalommal Medencés Partira invitálja a közösséget saját otthonában. Ez a 3. év, hogy a csoportot az egyik tagunk, a Rül Gizella és a férje Földi István meghívja. Nyára nem nagyon szoktunk nyaralást, vagy fürdést szervezni közfürdőbe, mert egy hónapot mindenki szeretnék úgymond nyaralni, pihenni, de mivel most tudomásunkra jutott, hogy a városban egy fiatal ember nagyon-nagyon szereti a régi gépeket, autókat, motorokat, ilyesmiket, és megbeszéltem vele, leszerveztük a mai nap, elmentünk oda reggel együtt, 9 órakor ott kezdtünk, megnéztük a sok-sok gépet, és ide jöttünk a úgynevezett Bajcsi Beach-re, a Giziékhöz. Egy késői 10 órai beszélgetés fog itt lenni, aki szeretne fürödni a medencébe, lehet fürödni, és olyan 2 órára tervezünk egy ilyen paprikás krumplis partit itten. És egy közel 40-re jöttünk, és egy nagyon szép napot újra együtt töltünk. Hideg reggeli, ez a késői reggeli, inkább 10 órai. Szalámi volt, aki szereti még a nagyon nagymamáink idejéből, még amelyikre én is emlékszik rá, a piros zsír, a kolbász zsír, zsíros kenyát lehet enni, paprikával, paradicsommal, uborkával. A csoport létszáma egyébként 76 fő. És most van 2 olyan
úgymond csoporttársunk fog lenni, akik a mai napon fognak ide belépni. Nagyon-nagyon régóta jönnek velünk kirándulni, fürödni, és én úgy gondoltam, hogy bizonyítottak arra, hogy a csoportnak a tagjai legyenek. És ahogy már megszokhattuk, a vándorló szépkoraktól ebben az évben sem fognak tétlenkedni. Nagyon gazdag lesz a nyarunk, köszönhetjük ezt a kulturális központnak egy olyan igazgatója lett, aki nagyon-nagyon szívén viseli a városi kultúrát. Ahogy tudom, hogy jövő hónap 11-én lesz egy retro fesztivál ott a Makház területén, ahová mi is csatlakoztunk, lesz egy-két csoportársunk, aki retro ruhába be fog öltözni, oda fogunk elmenni. Nagyon várjuk a Bárka fesztivált, de még előtte augusztus 12-én lesz a Tolnai Boldogasszony templomnak a 250 éves újjászentelése. Oda is nagyon sokan fogunk menni. A Bárka fesztivál fog lenni, és lesz majd október 14-én egy ilyen civil találkozó, ahova a csoport is. Már jeleztük, hogy szeretnénk venni standot, kérünk a csoporton belül. A feleségem foltvarással foglalkozik, a sógornőm csuhéfonos népi iparművész, ő egy csuhéfonás fog ott a helyszínen bemutatni, a csoportnak az öröm ének csoportja énekelni fog, és a csoportnak egy nagyon-nagyon jó barátja, a Kovács Gergő fog jönni, és ott egy 20 perces kis noszalgiás dalcsokrot fog előadni. Úgyhogy mindenhol tele van, de még a csoportnak szerveztünk szeptember 13-ára egy parlamenti kirándulást, látogatást, és még nincsen eldöntve, hogy a parlament mellett mit fogunk megnézni, vagy elmegyünk a Halászbástyára, vagy elmegyünk a Gellért-hegybe, ami van az a templom, meg az a valami kórház volt, azt fogjuk meglátogatni. Úgyhogy egy egész napot tervezünk Budapestre. Pilisi Istvánné évek óta megbecsült tagja a közösségnek, azt mondja szakmájából adódóan, szinte küldetésének tekinti, hogy segítse társait. Tolnán 53 éve gyógyszerészként dolgozom, csak a két fiú születésekor voltam 3 évig gyesen. Nagyon szeretek itt élni, nagyon szeretem az embereket. Arra esküdtem föl, hogy mindenben segítem, az orvos mellett segítői leszünk, és utána úgy gondoltam, hogy alakult ez a Vándorlók Nyugdíjas Egyesület, és ide pedig szeretnék eljárni, hogy itt is azokat az embereket tudjam segíteni, akik egyedül maradnak, és őnekik van arra szükségük, hogy megmaradjon az életben az öröm, a boldogság, a békesség, és hát én meg azért egy kis jó tanáccsal az egészségügyükbe is tudok segíteni. Hát azért szeretek, mert itt látom az embereken azt, hogy összefogás van. Mi bármit szervezünk, egy kirándulást vagy bármit, mindenhol összetartó. Nincs az, hogy én most erre megyek, arra meg tudunk egyezni mindenbe. Mindenbe. Szeretek nagyon ide járni. Én azt hirdetem és azt vallom, az idős embereket a magányokból ki kell szólítani. Ne legyenek otthon, ne a tévét nézzék, ne a rádiót nézzék, vagy hallgassák. Jöjjenek ide. Legyünk együtt, beszélgessünk, érezzük jól magunkat, és egy nagyon szép napot töltsük együtt. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!